Idén később kezdődött az aratás a megyében, köszönhetően a közelmúltban lehullott sok esőnek. Tavaly július közepére már végeztek a munkával, amikor idén még csak a búza mintegy 15%-ánál jártak. A mennyiség terén egyébként nincs romlás tavalyhoz képest, a minőség azonban még változhat a betakarítás alatti időjárás függvényében. Néhány óra alatt végzett a munkával ez a három kombájn múlt héten a Paszab csúcs melletti területen. A 10 hektáról mintegy 7 tonna búzát tudtak betakarítani. Az aratáson a tulajdonossal beszélgettünk. Gabonafélék az egyik fő profilunk, ezen belül is a vetőmagtermelés az elsődleges. Környék gazdáival közösen az alapanyagot megtermelteti a KFT, és búzából, őszeárpából, titikáléból a környéket ellátjuk vetőmaggal. Hol tart most a betakarítás? Jócskán késik az idei munka az előző évekhez képest, hiszen sok helyen csak most kezdődhetett el az aratás. Mik a kilátások? Meddig tarthat a munka? 19-ben ebben az időszakban már befejeztük a betakarítást. Sajnos egyrészt a tavaszi hidegek miatt, másrészt az időjárási gondok, problémák miatt ugye tolódott a betakarítás, őszeárpát befejeztük, viszont a búzánál még 15%-nál járunk sajnos csak. Ez mit jelent, hogy körülbelül meddig tarthat itt az aratás? Nyilván gondolom ez nagyban függ az időjárástól is. Hát természetes, hogy készen állunk, tehát bérkombájnokat is igénybe veszünk. Sajnos nagyon kevés a nettó idő, amit ki tudunk ebben az időszakban használni. Szinte minden 2-3 napban esőt kapunk. Gyakorlatilag az elmúlt 6 hétben több mint 350 mm csapadék esett le. És nyilván a csapadékon kívül sok más időjárási viszontagság okozhatott gondot ezeknek a növényeknek, úgy mint a fagy, aztán a szárazság, most pedig a sok csapadék. Mennyire nyomta rá a bélyegét ez az idei termésre? Hogyan fog ez látszani majd a minőségen, a mennyiségen, mennyire fog ez meglátszani? Igen, hát a mezőgazdaságra ugye az jellemző, hogy valamikor ősszel különösen gabonafélék vetünk, és ugye nagyon sok időt kell eltölteni kin a földeken a magnak, ugye a növénynek, míg elérünk oda, hogy betakarításra kerüljön. És hát ebben az elmúlt időszakban rengeteg sok minden ért. Egyrészt őszi időszakban el kell ismerni, hogy jó talajmunkát tudtunk végezni, nagyon jó volt a kelés, tehát bizakodva tekintettünk a télnek. A télen se volt komolyabb probléma, hiszen nem voltak nagy fagyok, viszont későbbiek során tavasz elején ugye elég komoly fagyok értek. Ez a búzát ugyan jelentősen nem befolyásolta, de azért megérezte. Inkább az utána jövő abszolút száraz időszak volt az, amelyik hát főleg a gyenge területeken, homokon már felsültek a növények, a jobb adottságú területeken még viszonylag jó állapotban voltak, és így érte a május végén az első esők, aminek nagyon örültünk az elején, mert gyakorlatilag korrigált az előtte való időszak hibái, problémáit, viszont hát most betakarítás idejében már azt mondjuk, hogy most tényleg egy kis szabadidőt kaphatnánk, hát legalább egy 10-14 nap kellene, hogy befejezzük a betakarítást. Hogyha mondjuk százalékban akarnánk azt kifejezni, hogy mekkora az idei visszaesés, ha volt egyáltalán visszaesés a mennyiségbe, mennyit tudunk mondani, és akár külön szétszedhetjük az egyes növényekre is? Igen, hát a kalászosoknál, őszeárpánál azt kell, hogy mondjam, hogy jobban sikerült, mint az elmúlt év. De gyakorlatilag, amit nem vert el a jég, ott a 7 tonnát elértük. Ez ritka, mert általában az őszeárpa gyengébb talajokra kerül. Az eddigi betakarított búzák is viszonylag mennyiségileg azt mondom, hogy elfogadható, hisz a jelenlegi tábla, amit látunk, ez is 7 tonna fölött, és az egyik legjobb magyar fajtát prezentálja a MV Nádort, Matomásári díjas fajta, jelenleg az egyik legkeresettebb. Nyilván a mennyiség mellett a minőségre is komolyan rányomja a bélyegét, elsősorban most ez a közelmúltban esett sok eső. Előző évekhez képest most a minőségben milyen romlás várható idén? Igen, hát itt a minőségi dolgot két oldalról kell nézni, mert mi vetőmagot állítunk elő, ez azt jelenti, hogy elsősorban nekünk a csiraképesség, a gomba, fuzárium, védelem a legfontosabb.
Viszont nyilván a buzának az alapfeladata, ugye, hogy ellássa az országot ugye kenyér alapanyaggal. Itt jó minőségű buzára van szükség, magas fehérjetartalom, jó sikértartalom, és ebben az évben még nagyon fontos, hogy a sok eső hatására az esésszám ne romoljon, mert abban az esetben, ha ezek gond van, akkor jó minőségű kenyeret, hogy a pékek nem tudnak már előállítani. És hogyha bár az értékesítésnél járunk, innen hova kerül tovább a búza? Hogy jut el lényegében a boltok polcaira, aztán majd a kenyér formájában? És mondjuk nyilván az, hogy mennyiségileg, minőségileg esetleg nem ugyanaz most az idei termés, mint a korábbi években, ez éreztetheti-e majd hatását akár az árakban? Igen, ahogy mondtam, ez két oldalon, mert nálunk elsősorban a vetőmag előállítók vagyunk, tehát nekünk a egészség és a csiraképességi téma a legfontosabb. Nyilván a kérdésre válaszolva, ugye én úgy gondolom, hogy mivel nem mond túl nagy mennyiségileg a igény országosan, ugye egy 1.200.000 tonna körül kerül ugye ilyen cél a felhasználásra, hogy ennyi jó minőségű búzát biztos, hogy fel tudnak vásárolni a malmok. Nyilván a mezőgazdaságot most főleg emiatt az időjárás miatt rengeteg kár érte, külön ágazatonként azért különbözik ennek a mértéke, hogy mekkora volt a kár, de kitől kaphatnak segítséget, kaphatnak-e segítséget egyáltalán a gazdák, akár a kormánytól? Kihez fordulhatnak segítségért, hogyha károkat szenvedtek el? Hát gyakorlatilag azért több oldalú lehetőségünk van. Egyrészt ugye van, amit a EU belépésével ugye gazdák a kárenyítési alapot megképeztük, ami részben a gazdák adják össze, részben ugye az állam is hozzájárul, és itt nyilván figyelembe veszi több éves termelési adatot, és ha nagyon nagy a kiesés, és a kár valós, ugye akkor egy bizonyos képletek alapján, ugye meg nyilván az országos mennyiségtől függően, ugye bizonyos, különösebb például Almánál most, ami nagyon lényeges ugye Szabolcs megyében, de a többi növénynél is, mondjuk a zöldborsó is ebbe a kategóriába tartozik. Hát ez az egyik oldal, a másik az, hogy mi is biztosítunk, tehát maximálisan minden lehetőséget kihasználunk, mert készülünk ugye arra, hogy soha nem lehet tudni, hogy milyen idő köszön be, hisz ez az idei év, én nagyon régen gazdálkodom, 67-től, két ilyen esztendőre emlékszem, 1970 és 1980, tehát ezekre is fel kell, mert ugye olyan is előfordulhat, hogy akár a teljes termés, mint borsónál is kiesik. És nyilván a biztosító, nyilván nyereséget nem fogunk termelni, de ugye a csőtől, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis a költségei megtérülnek. Hát és nyilván az időjárás a közeljövőben se feltétlenül tartogat a következő években sok jót. Mit gondol, és most egy kicsit általánosságban, mennyire jövedelmező ma megélni mezőgazdaságból, akár hogyha ezekről a növényekről beszélünk, akár általánosságban, mennyire érdemes ezzel foglalkozni, és mik a tapasztalatai, mennyien fordulnak el a szakmától esetleg pont emiatt, mert egyre kisebb bevételt jelent ez az ágazat? Én úgy gondolom, egyik legizgalmasabb kérdést kaptam, és én... hogy úgy mondjam, paraszt gyerek vagyok, apám négyholdas, ugye magán paraszt volt ugye a régi időkben, ugye a szövetkezeti tag, és ugye ott nőttem föl, tehát én már ezt végig fogom csinálni, még bírom. Nyilván mai világban, hogy úgy mondjam, nagyon sokan ezt a óriási kockázatot, ami azt jelenti, hogy egy évvel előre be kell tolni a pénzt a földbe, és az egyéb költség, és egy év múlva várjuk, hogy majd terem valamit, el tudjuk adni, milyen minőség lesz, hogy tudjuk eladni. Ez a óriási nagy kockázat, még egy kereskedő egy hét alatt, egy hónap alatt forgatja meg ugye a, hogy úgy mondjam, a árukészletét, ugye nálunk ez nem jellemző. Szeretni kell ezt a szakmát, én véleményem szerint leszel mindig vállalkozó, hisz a föld az alapja szerintem egész életünknek, hisz ugye itt termelődik meg a kenyér, úgy mondjam, az egyéb élelmiszerek, tehát ezt én úgy gondolom, hogy magas szinten, és úgy kell majd az utódainknak is tovább csinálni, hogy a EU-ba versenyképesek legyünk, vagy esetleg a még a nagyobb térbe, hisz ma már nem csak belföldön, hogy úgy mondjam, kereskedünk, hanem szinte most már a egész világpiac befolyásolja, ugye, a, hogy úgy mondjam, a értékeinket, és nyilván ez befolyásolja, hogy milyen eredményt érünk el.
Egyetlen egy kérdés erejéig már csak az idény munkára, idény munkásokra térünk ki. Nyilván az aratás annyira nem kézi munka erőigényes, de hogy azért gondolom önöknél is megérezteti az a hatását, amit hallani rendre, hogy egyre kevesebb vagy egyre nehezebb találni idény munkásokat a mezőgazdaságba. Ez mennyire okoz gondot mondjuk például az ilyen növényeknek, mint a búza, árpa, tritikáli? Igen, hát gyakorlatilag a mi szerkezetünk, ahogy elmondtam, ugye a bevezetőben, idény munkát elsősorban most kezdődött a vető hibrid kukorica előállítás, tehát az úgynevezett címerezés. Itt egy rendkívül nagy munkaerőigény jelentkezik. Erre kialakult az utóbbi időben a saját kis falunkban vállalkozói réteg, és ez én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, csak az a baj ugye, hogy nagyon rövid ideig tart, körülbelül egy másfél-két hónapos időszak, viszont ugyanez a csapat ma már a tokai szőlőket műveli, megtanultak metszeni, betakarítani, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon lényeges kérdés, hogy szezonmunkára a mezőgazdaság megtalálja azokat az embereket, akik a termést, tehát például egy gyümölcs vagy egy zöldségnél, bárminél ugye nyilván nem tud egy gazda felkészülni arra, hogy teljes létszámot egész évben foglalkoztatja, hanem csak idény munkába tudja, tehát meg kell találni azt a lehetőségeket, ugye állami szinten, és én úgy gondolom, hogy nagyon rugalmas az állam ezen a szinten, hisz foglalkoztatást nagyon jól meg tudjuk oldani, másrészt pedig a közmunkás program keretén belül is ma már vannak lehetőségek, hogy meg hát nyilván külföldi vállalkozók is, hát ma a vírus miatt ugye egy kicsit nehézkes lesz, vagy nem tudjuk, hogy hogy fog az ősz alakulni, de ez egy alapvető gond, nem csak Magyarországon, hanem úgy gondolom minden országban, ahol mezőgazdászok ugye vállalkoznak. Belőlük pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sincs hiány, ahol búzát mintegy 22 ezer, tritikálit nagyjából 10 ezer, míg őszi árpát 1200 hektáron művelnek.